a régi nyomdatechnika nyomában. Stábunk ellátogatott a Dombóvári Helytörténeti Múzeumba, ahol megmentett szedő és nyomógépeket tekinthettünk meg a Pátria nyomdateremben, valamint körbejártuk Dombóvár város könyvtárát is, ahol régi könyvkötészeti eszközöket láthattunk. Erki Nagy Tibor neves tipográfus, valamint Őri Mihályné, az egykori Pátria nyomda műszakvezetője mutatták be nekünk ezeket az igen-igen régi gépeket. Stábunk ellátogatott a Dombóvári Helytörténeti Múzeumba, pontosabban a Múzeum Pátria nyomda termébe. Aki belép a terem ajtaján, az nyomban belecsöppen a nyomdatechnika és művelődés történet különleges világába. A Pátria nyomdából örökölt eszközöket, valamint Erki Nagy Tibor, neves tipográfus által megmentett szedő és nyomógépeket lehet itt megtekinteni. A terem oktató jellege mellett egy igazi technikatörténeti érdekességben lehet részünk, hiszen találkozhatunk a teremben egy a 19. század közepén gyártott Liberty téges sajtóval, valamint egy szedőregállal is. Erki Nagy Tibor kérésünkre bemutatta nekünk, hogyan is zajlott annak idején a nyomtatás, mint munkafolyamat. Ez a henger, ez mozgatható, talán látszik is, ugye, hogy föl-alá megy, minimálisan. De az a lényege, hogy nagyon finoman ki lehessen dekázni ezt, hogy szép nyomatot adjon. Ne lábtörlőt gyártsunk le belőle, ne. És akkor most próbáljuk eltalálni, hogy mondjuk talán ez, megnézzük, ez a próba levonat. Előre a henger. Oh. Szóval ez. Vissza. Akkor megállítjuk. Most megkérem, hogy emelje fel szépen érzéssel ezt a kis papírt, hogy hogyan működik. Az egyik oldal ilyen átlósan majd. Jó. Elmegy. Mit csináltunk? Jó, mi? Igen, nagyon. Azonban nem álltunk meg a múzeumnál, ugyanis látogatást tettünk Dombóvár város könyvtárában is, ahol régi, különböző könyvkötészeti eszközöket találhatunk. Ezek a 19. és 20. században használt, és még ma is működőképes eszközök. A nyomába eredtünk ennek a témának is, így megkértük Őri Mihálynét, a Pátria nyomda egykori műszakvezetőit, mutassa be nekünk ezeket a gépeket. Láthatunk többek között különböző méretű présgépeket, valamint egy aranyozógép is díszíti a könyvtár épületét. Őri Mihályné lelkesen és nagy átéléssel beszélt szakmájáról, így mutatva be nekünk a könyvkötészet csodálatos világát. Milyen egy kézi munka? Ha én varom kézzel, az gyönyörű, igaz? És ugyanakkor, ha ugyanazt csinálják géppel, az is lehet szép, de azért mégse olyan, mint amit én kézzel megküzdök érte, harcolok érte, jó legyen, még oda teszem, még nem jó, még vágok egy kicsit, na most még itt egy kicsit szépítem a lapjait. És ez a különbség. Ez a különbség, hogy sokat ezzel nem lehet, de gyönyörűet. A témát részletesebben Közelkép című műsorunkban tekinthetik meg.